Az idén is megtartották a Virágos Magyarországért versenyt falvak és városok között. Az ünnepélyes díjkiosztót Szászhalombattán tartották meg. Sárospatak városa idén a Magyar Turizmus ZRT külön díját nyert el. Nagyon sok szép települést, falu és város kategóriában láthattunk. Azt hiszem Sárospatak is egy nagyon szép helyet foglalhat el, hiszen minden éven visszatérőig vagyunk már a díjazottaknak. Különböző díjakat kaptunk, így most a mai rendezvény a Magyar Turizmus ZRT külön díját vehettük át. A méltatásban elhangzott, hogy a virágos város mindenkinek üzen valamit. A város maga nem csak a turistáknak ad különlegesen szép élményt, hanem az ott lakóknak is. Ugye ennek a mozgalomnak, ennek a versenynek eleve célja az, hogy ne csak a turistáknak, hanem a lakosoknak is örömmel szolgáljon, örömet jelentsen az a sok virág, az a rendezett környezet, amit a verseny kapcsán kialakítanak a városban dolgozók. Ebben az évben úgy tapasztaltuk, hogy ebben Sárospatak abszolút élen jár, ezért kapta a díjat. A város főkertésze hangsúlyozta, a verseny alatt tucatnyi díjat szereztek meg aprólékos munkával. Imáron elmondható, hogy Sárospatak az eddig benevezett települések közül a legtöbb díjjal rendelkezik. A kistérségből még Hercegkút vehetett át elismerést. Hercegkút a szervezőbizottság elnökének külön díját vehettem át. Természetesen lehet, hogy közhelyként szolgál, de ez nem nekem szól, ez Hercegkútnak szól, ez Hercegkút közösségének szól, a Hercegkúton élő lakosok, az ott élő polgároknak szól. A verseny fővédnöke azt mondta, Európai Unió szinten is aktívak a hazai települések a részvétel szempontjából. Eddig a 3200 önkormányzatból 2000 már egyszer biztos, hogy nevezett a versenyre, úgyhogy ennek fényében is azt mondom, hogy nagyon jó, és az elért eredményeink fényében is azt mondom, hogy jó. Sárospatak városa az elismerés mellé kiemelt turisztikai marketing csomagot is nyert a Virágos Magyarország versenyen.